Jóval takarékosabban gazdálkodik a polgármesteri hivatal, mint korábban. 2018 óta 70 millió forinttal csökkentek a működési költségek. Jelentős összeget spóroltak az irodaszereken, lefaragták az üzemanyag költségeket, harmadára csökkentették a papírfelhasználást, illetve egyebek mellett az ingatlanok kiadásával és terembérletekkel csaknem duplájára nőtt a saját bevétel. A háromszorosára nőtt közüzemi díjak kifizetése azonban a polgármesteri hivatalnak is komoly kihívást jelent, Miskolci edzője szerint. Ignác Dávid elmondta, ezeket a költségcsökkentési intézkedésekkel sikerült valamennyire kompenzálni. A polgármesteri hivatal vezetői töltötték meg a közgyűlési termet. A dolgozók arról kaptak tájékoztatást, hogy az elektronikus ügyintézés terén mit sikerült eddig közösen megvalósítani. Eddig a hivatalban a jogszabályi előírásoknak megfelelően bevezetésre kerültek az elektronikus ügyintézés intézéséhez szükséges alapvető feltételek, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek részéről lehetőség van elektronikusan űrlapok benyújtására, amit a hivatal befogad, itt elektronikusan történik a feldolgozás, és a házon belüli ügyintézés terén is egyre inkább erre törekszünk. Ennek pedig már az eredménye is jól látszik, hiszen 2021-hez képest tavaly harmadára csökkent a felhasznált papír mennyisége a polgármesteri hivatalban. 2021-ben 8,7 millió lap mennyiséget rendeltünk meg, ez 2022-re 2,8 millió lapra csökkent. A papírmentes hivatal gondolatának a bevezetése jó úton halad. A gazdálkodó szervezeteknél egyértelműen látszik az igény az elektronikus ügyintézésre, de a lakosság részéről is egyre nagyobb az érdeklődés. Azt tapasztaljuk egy idő óta, hogy amikor érdeklődnek bármilyen ügyintézés iránt, akkor egyre több spontán kérdés van, hogy elektronikusan lehet-e intézni az ügyet, és amikor tájékoztatjuk őket, hogy igen és hogy min, azt örömmel veszik. Az elektronikus közigazgatás gyors, környezetbarát és jóval olcsóbb, mint a papíralapú. A takarékoskodás pedig kiemelten fontos a hivatal számára, mondta a városi jegyzője. Éppen ezért a papír csökkentésén túl egyéb intézkedések is történtek az elmúlt időszakban. Ezek eredménye, hogy a működési költségek 2018 óta 70 millió forinttal csökkentek, a bevételek pedig nőttek. 2017-hez képest a polgármesteri hivatalnak a saját bevétele az közel duplájára nőtt. Ez gyakorlatilag a terembérletekkel, ingatlanok kiadásával, illetve saját bevételekkel kapcsolatos. Ez gyakorlatilag a 44 millió forintos 2017-es összegről 2022-re 80 millió forintra növekedett. Ignác Dávid ugyanakkor hozzátette, a közüzemi díjak kifizetése a hivatal számára is komoly kihívást jelent, hiszen míg 2019-ben 85,5 millió forintot fizetett ilyen célra a hivatal, 2022-ben ez az összeg már 222 millió forint volt.